Műsorunk támogatója a Mirsa és az LG Electronics. Üdvözlöm Önöket! Idén először találkozunk. Remélem, hogy karácsonykor Önök is kipróbálták az általunk ajánlott ételeket, és azok jól is sikerültek. Ma folytassuk utazásunkat az óceán túlpartján, Kanadában. Tartsanak velem! Kedves nézők, tudjuk, hogy most már véresen komolyan kéne vennünk a műsor készítést, de sajnos nem bírtuk megállni, hogy még néhány vidám pillanatot meg ne osszunk Önökkel a tavalyi évből. Nézzék csak, milyen hivatástudattal végzi munkáját nálunk az operatőr és a műsorvezető. Tudtam. Most pedig tartsanak velem egy vadregényes utazáson Kanada mélyzöld fenyői, kristálytiszta vízű tavai és csodálatos végtelen prériek birodalmában. Jaj. Pillanat. Tartsanak velem egy vadregényes utazáson a mélyzöld fenyvesek, a kristálytiszta vizek és a végtelen prériek birodalmába. Erdélyben született, de már Kanadában vált híressé Smerholz György szobrászművész, akiről a következő rövid portréfilm készült. Gránittal, márvánnyal, bronzzal, nefritkővel is, fával dolgozom. A szobrászkodást fafaragással kezdtem. Otthon érzem magam a stílusok között, legyen az figurális, absztrakt vagy reprezentációs. Erdélyben születtem és nőttem fel, ahol a fafaragás ősrégi hagyomány. Édesapám és nagyapám iparos emberek voltak. Így közvetlen környezetem is hozzájárult ahhoz, hogy már kisgyerekkoromban is elkezdtem fúrni, faragni, sőt, még saját játékaimat is én készítettem. Sokszor kérdik, hogy miért is választottam ezt a pályát. A legtalálóbb válasz talán az, hogy a szobrászot választott engem, és nem én a szobrászatot. Ez a dolog olyan, mint egy belső feszültség, belső kényszer, amelyet valahogyan ki kell fejezni. A Préda szárnyai című szobromhoz a 86-os Vancouveri Expo Ramsey pavilonjának látogatásakor kaptam ihletet. Ekkor jelent meg előttem egy gránitból faragott repülő sasképe egy ott látott, szintén gránitból készült sólyom hatására. A szobor megalkotását egy makett elkészítésével, később egy 20 tonnás gránittömb beszerzésével kezdtem, miután már szponzort is találtam a munkához. A megmunkálás első fázisában fúrással és repesztéssel távolítottam el a nagyobb sarkokat, darabokat. Ezt követte a hónapokig tartó nagyolás gyémánt technológiával. A faragás további gyémántlapos vágással és durva csiszolással folytatódott. A harmadik fázisban a szobor elemeinek egyensúlyba tételére és dinamikájának összehangolására került sor. Végül pedig az apró részletek kidolgozása, csiszolása következett, ami rendkívül sok időt vett igénybe. Két év elteltével a sas készen állt a repülésre.
Most pedig látogassunk el a konyhába, ahol Kaldenekker Gyuri két igazi különlegességet készít. Az egyik egy quebeci édesség, juharszirupos diós pite, melyet képzeljék, vörös áfonyából készült tejával fogyasztanak. Köszöntöm Önöket újra a kanadai nagykövetség rezidenciáján. Remélem kipihenték a szilveszteri fáradalmakat, és arra kérem tartsanak velem, készítsünk újra kanadai finomságokat. Először a quebeciek egyik kedvencét, a juharszirupból és dióból készített pitét, majd rákbombonokat fogunk citromszószal készíteni. A pite tésztájához a hozzávalók a következők. Liszt, sütőpor, só, margarin, tojássárgája. A töltelékhez pedig juharszirup, barna cukor, olvasztott vaj, vaníliás cukor, egész tojás, tojássárgája és dió. A pite tésztáját készítsük el először. 4 pohárnyi lisztet tegyünk egy ilyen keverőtálba. Ez körülbelül 2 pohárnyi lisztnek felelt meg. Egy pohár az 2,5 decit jelent. Ez egy fél literes edény volt. Daraboljunk a lisztbe margarint. Ezt azért kell összedarabolni, így sokkal könnyebb lesz majd összekeverni. Tegyünk bele egy teáskanálnyi sütőport és egy csipetnyi sót. Az egészet keverjük, dolgozzuk össze jól. És egy pár percig ilyen lassú fokozaton ezt összedolgozzuk. Ha már jól összedolgozta, akkor beletesszük a tojások sárgáját, és adhatunk hozzá egy pár evőkanál vizet még. Kiborítjuk az összegyúrt tésztánkat a deszkára, és az egészet még így átgyúrjuk. Utána pedig tegyük a tésztánkat hűtőbe és pihentessük legalább egy fél órán. Nyújtsuk ki a tésztát, kb. Fél centi vastagságúra. De nem kell megijedni, hogyha maradt tésztánk, és úgy látjuk, hogy nem kell ehhez az egyetlen egy pitéhez, nyugodtan lefagyaszthatjuk. A következő piténél már nem kell ennyit killódni vele. Úgy látom, hogy már elég vékony lett. Ezt csak egy fél percre így föltekerem, amíg kivajazom és kilisztezem ezt a pite formát. Arra ügyeljünk, hogy mindenhol vajazzuk ki rendesen, mert egyébként nehéz lesz majd kiszedni a pitét. Bele lisztet, és az egészet így megszórjuk vele. Így és utána szép óvatosan beletesszük a tésztát, kicsit lehúzzuk itt. Úgyis ezt így végig toljuk az egészen. És nem kell kést használnunk ahhoz, hogy ezt így levágjuk. Utána elkészítjük a tölteléket, amivel majd meg fogjuk tölteni ezt a tésztánkat. A töltelékhez mérjünk ki 3 deciliternyi juharszirupot. A juharszirup a kanadai juharfának a megcsapolt nedve, és azért éppen a kanadainak és nem a magyarnak, mert a kanadai juharfa az alkalmazkodik az ottani időjáráshoz, és a zord hideg miatt keményítőt raktároz a gyökereiben, ami tavasszal cukorrá alakít át, és ezt csapolják meg az ott élő emberek, és 40 liternyi ilyen édes nedűből főznek föl 1 liternyi igazi tiszta juharszirupot. Egész csőrendszerek kötik össze ezeket a juharfákat, és ez a cukros nedű, ez belecsorog egy ilyen cukor kis házba, ahol főzik föl ezt az édes
lét. Tegyünk bele egy csomag vaníliát, egy kevéske barna cukrot még, két tojás sárgáját, két egész tojást, és egy kevés olvasztott vajat. Ezt keverjük jól össze. Quebec környékén, ahol a legtöbb juharszirupot nyerik a fákból, egyáltalán nem használnak répacukrot és kristálycukrot, ott mindent juharszirupal ízesítenek, és avval is készítik el az ételeiket. Ez a juharszirupnak van egy ilyen kellemes aromája, sokkal kevesebb a cukortartalma, és tele van ásványi anyagokkal, sokkal egészségesebb, mint a mi répacukrunk. Ugye, amikor már minden csomót elkevertünk, és a cukor is feloldódott, akkor ebben a cukros nedűvel felöntjük a piténket, és az egészet bőven megszórjuk egész dióval. Úgy bőven rakjuk utána, igazgassuk meg. Még egy pár szemet. Középmeleg sütőbe 45-50 percig sütjük. De mielőtt folytatnánk a főzést, beszélgessünk egy kicsit a nagykövet asszonnyal saját gasztronómiai élményeiről. Mennyire ismeri a magyar konyhát? Van-e valami, amit hasonlatosnak érez valamely kanadai ízhez? Kétféle válasz is lehetséges erre a kérdésre. Rengeteg magyar bevándorló él Kanadában, sokan közülük a II. Világháborút követően érkeztek, de a legtöbbjük 1956 után. Nagyon erős tehát a magyar konyha hatása. A gulás vagy a paprikával készített ételek nagyon népszerűek nálunk. Számos magyar étterem is működik az országban. Éppen ezért nem is volt az itteni koszt ismeretlen számomra, amikor megérkeztem. Az én őseim lengyelek voltak. Közép-Európából érkeztek Kanadába, tehát ugyanebből a régióból, ahol számos hasonlóság tapasztalható az ételek és a főzési technikák között. Mi a kedvenc magyar étele? Könnyű a válasz. A csirkepaprikás galuskával, ezt szeretem a legjobban. Tudom, hogy nagyon elfoglalt, de ha mégis főz valamit, mi kerül az asztalra? Saját magam számára csak valami nagyon egyszerűt. Megpróbálok salátákat készíteni. Nagykövetként gyakran kell részt vennem fogadásokon. Így változatosságként nagyon szeretem az egyszerű ételeket. Ebben a műsorban számos bonyolult ételt fognak megtanulni kiváló szakácsunktól, Gyuritól, aki mestere az ilyen ételek elkészítésének. Én nem is próbálom megfelvenni vele a versenyt. Rákbombonokat fogunk készíteni, de ne higgyék, hogy ez édesség, ez egy nagyon finom előétel, amihez majd citrommártást készítünk, és abban fogjuk tálalni. A bombonok hozzávalói: leveles tészta, rákhús, kapor, tejszín, citromlé és só. A szószhoz használjunk tejszínt, tojássárgáját, sót, olvasztott vajat, citromlét és citromreszelt héját. Borosítsunk fel margarint a serpenyőbe, tegyük bele a rákhúst, ízesítsük egy kevés sóval, összevágott kaporral, használhatunk szárított kaprot is, mert ilyenkor téren nem mindenhol lehet kapni friss kaprot. Csak pár percig pirítsuk, mert ez a rák tulajdonképpen már elő van főzve. Egy nagyon kevés kis citromlével még ízesíthetjük. És egy
kevés tejszínnel még krémesebbé tehetjük a töltelékünket. Ezzel összeforraljuk, és tulajdonképpen kész van a bombon töltelék. Alaposan lisztezzük meg a deszkát és a leveles tésztát, és hogy nyújtjuk, akkor ügyeljünk arra, hogy csak ilyen hosszú csíkokat nyújtsunk a tésztában. Így tulajdonképpen sokkal kevesebb lesz majd a hulladékunk. Vágjunk ilyen nagyobb kockákat a tésztánkból. Dobjuk félre, és ebből a töltelékből egy-egy kanálnyit tegyünk így a közepére. Kicsit igazítsuk meg, és az egészet óvatosan tekerjük fel. Így, és a végeit, mint a szaloncukrot, fordítsuk el. Így, és akinek van ilyen recés kése, még megdekorálhatja ebben. És tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy bombom. Elkészítjük a másodikat is, és így sorba mindegyiket majd. A széleit becakkozzuk. És a tetejét megkenjük egy kis tojásfehérjével. Sorba az egészet. Szép fényes lesz majd. Tetejét megszórhatjuk fehér és fekete szezámmaggal. Ennek az a jelentősége, hogy dekoratívabb lesz. Akkor megsül, akkor megpirul, és a sült szezámmagnak nagyon finom íze van. Ettől csak jobb lesz ez a bomba. Ezt én fehér és fekete szezámmaggal szórtam meg, de megszórhatják petrezselyemmel, szárított snidlinggel vagy kaporral is. És most megyek, beteszem a sütőbe, nagyon forró sütőbe, körülbelül 200 fokosba, 20-25 percig fogom majd sütni. Most elkészítjük a citrommártást. Tojások sárgáját beleteszünk egy keverőtába, ehhez tejszínt öntünk. Ízesítsük sóval, reszelt citromhéjjal, és egy kevés citromlével. Keverjük össze, és az egészet tegyük vízgőz fölé, és addig keverjük, még mártás sűrűségűvé nem fogjuk besűríteni. Gőz fölött. Sose álljunk le a keveréssel, mert akkor betúrósodik, és nem lesz szép, sima mártásunk. Ez körülbelül olyan 5 percig tart ez a művelet. Ez tulajdonképpen egy hollandi mártás, de ugye egy kis tejszínt tettem bele, így ilyen picit könnyebb lesz, mint a klasszikus hollandi mártás. Szépen sűrűsödik, úgy látom, hogy már elég sűrű, akkor levesszük a vízről, és olvasztott vajjal dúsítjuk. Elkészültek a rákbombonok. Köszönöm szépen! Megkérném, segítsen kitálalni. Egyet ráteszünk a tányérra. Egy citromszósz tegyünk rá. Teszünk rá egy kis szósz is. Egy szelet zöld citromot is kínáljunk hozzá. És az egészet színes paprikával mi megdekoráljuk. Mint tudják, Kanadát három oldalról tenger határolja, így nagyon népszerűek a hal és rákételek.
Ez itt most az Atlanti-óceán partján élő kanadaiak egyik kedvenc étele. Egyúttal azonban kedvence a budapesti kanadai nagykövetség dolgozóinak is Gyuri jóvoltából, aki a rákokból igazi bombon csemegét készít mindenki legnagyobb örömére. A rákbombonhoz természetesen nagyon jól illik a kanadai fehér sárga. Elkészült a diós pite. Csodálatos. Egy szeletet ráteszek erre a nagy tányérra. Így. Dekoráljuk mandarinnal. És az egészet, mintha behavaznánk a tányért, bőven megszórjuk bolcukorral. És el is készült. Parancsoljon. Jó étvágyat! Köszönöm szépen! A juharszirupos diós sütemény egyike a legnépszerűbbeknek, hiszen Quebec a világ legnagyobb juharszirup termelője. Délutánonként gyakran tálalják teja, áfonya teja vagy kávé mellé. Van, aki Kanada kedvenc italához, a sörhöz fogyasztja. Este azonban nagyon jól illik a juhar viszki likőrhöz. Remélem ízleni fog. Viszontlátásra! Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése a sertés szűzérme volt. A három szerencsés nyertes pedig egy-egy 5000 forintos vacsora meghívást kap a Rivada Café és Étterem jóvoltából, mely a budai várban található a Nemzeti Táncszínház mellett. A nyerteseknek gratulálunk és jó étvágyat a vacsorához! E heti kérdésünk pedig a következő. A juharfa melyik részéből nyerik a juharszirupot? Hívjanak bennünket a képen látható telefonszámon. Mai adásunk végére értünk. Remélem, ma is sikerült sok érdekességet megtudni erről a különleges országról. Várom Önöket a jövő héten is. Viszontlátásra! Burgász a déli tengerpart Mekkája. Meg Omegája! Mi van? Idegen! Még egyszer, amíg még tudom. A három szerencsét... Üdvözlöm Önöket! Közeleg a tél. No. E vidám befejezés után még hadd mutassunk egy kis ízelítőt következő adásunk tartalmából. Jövő heti úti célunk újra a szomszédos Szlovákia lesz, ahol Lőcse és Késmárk festői utcáin sétálgatunk majd. A konyhában pedig újra Stefán főz nekünk ízletes ételeket a nagykövetné asszony segítségével. A menü fokhagymalevesből és a híres káposztás trapacskából áll majd, amerről a nagykövet úr is megosztja Önökkel széles körű ismereteit. Természetesen játék is lesz, várjuk Önöket! Műsorunk támogatója a Mirsa és az LG Electronics.